Jó estét kívánok! Ma a Multikról fogunk beszélni. Vendégem Vált Tamás írt egy remek könyvet a Zsiráfnyaka címmel, amit azóta sokan emlegetnek a szakmában, hiszen ha valaki mindent meg akar tudni a Multikról, vagy legalábbis a 99%-ot, akkor ebben a könyvben az benne van. Ugye hát Tamás, azt tudom, hogy több multinál dolgozott, mint menedzser. Ma is az egyik multinál dolgozik. Mit szól ahhoz, amikor a multikat elintézik egy-két közhellyel, és a köztudatban lassan a multikhoz jár egy pejoratív jelző? Hát azt mondom, hogy írok egy könyvet. Tulajdonképpen nyilván több motiváció volt, amikor a könyvet megírtam. De az egyik ez volt, hogy nagyon könnyű letudni nagyon sok mindent nyilván a közhelyekkel. És ezt sok esetben az generálja, hogy nem ismerik az emberek, hogy miről van szó. Egyszerű sablonokban könnyű gondolkozni. És ugyanúgy, ha bizonyos népeket, nemzeteket valamilyen közhelyekkel elintézzünk, hogy ezek hangosak, azok spórolósak, a harmadik meg háborúzik. Tehát ez ugyanígy nem igaz nyilvánvalóan multikra, hogyha ennyire leegyszerűsítenénk a dolgokat. Tehát próbáltam egy ilyen átfogó információt adni, hogy mi is ez tulajdonképpen. Igen, de most könyvben ugye multiként az első példát a McDonald's-ról hozza, hogy amikor ide bejött, hogy egy egészen más kultúrát hozott be. Miközben ma már egy McDonald's ide vagy oda már nem is nagyon számít. Tehát nagyon messzire kerültünk attól. Hát igen, csak szerintem van ma egy korosztály, aki ezt átélte, aki megélte azt, hogy milyen volt előtte és milyen lett utána. Bár úgy érzem, hogy nyilván az idők során ezeket az emberek elfelejtik, vagy hajlamosak arra, hogy elfelejtsék, úgyhogy tulajdonképpen egy kis időutazás is van benne, hogy gondoljunk vissza az elejére, hogy is történt az, amikor az első multik megjelentek, és milyen változást hoztak, és tulajdonképpen a McDonald's csak arra egy példa, hogy éppen abban a szegmensben ő volt az első, és egészen más környezetet biztosított, tehát tényleg egy kultúrát, és az én szempontomból ez volt a fontos, hogy milyen más kultúrát hozott be, hogy most jó vagy rossz maga az adott termék, vagy a szolgáltatás, vagy ez teljesen mindegy, van egy kultúra, amit elindítottak ezek a cégek, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része a mai világnak, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy esetleg ez vagy az nem teljesen úgy működik, ahogy mi szeretnénk. Jó, na most az előbb már ugye emlegettük a Tesco-t. Nagyon érdekes, hogy ha hipermarketekről beszélünk, akkor, és idéz egy példát is, hogy valaki mondja, hogy nagyon sokan szidják a Tesco-t, miközben ott vásárolnak. Igen. Ugye, és itt van egy nagyon érdekes dolog. Ugye tényleg nagyon sok régi ABC-t, kis közértet tulajdonképpen azért zártak be, mert jött egy nagy hipermarket, és árba verte ezeket. Na most itt ugye nagy kérdés a magyar beszállító, ami minden multinál számít, hiszen ugye mindenki törekszik rá, hogy minél több magyar beszállító legyen egy multinak, de itt aztán nagyon sok kérdés fölmerül, hogy egyáltalán egy magyar kisvállalkozás, egy magyar középvállalkozás, vagy mondjuk a hipermarketről beszélek, akkor egy magyar gyümölcs termelő, hogy tud bekapcsolódni? Meg lehet ezt tanulni, vagy hogy kéne ezt megtanulni? Én azért ketté választanám ezt a kérdést, mert azt mondom, hogy egyik oldalról ugye az van, hogy mivel akarunk versenyezni. Tehát, hogyha van egy olyan cég, amely mondjuk hipermarketeket üzemeltet, nyilvánvalóan egy olyan mennyiségi előnye van, a méreténél fogva, amivel ugye a vásárlásait olcsóbbá tudja tenni. Ha én egy közért vagyok, vagy voltam, aki egy az egyben ugyanezzel akar versenyezni, akkor nem fog tudni, mert árban meg fogja verni mindig. Árban is, meg választékban is, mert nyilván egy hipermarket méreteinek fogva választékban is sokkal többet tud kínálni. De ami érdekes, és ami látszik ma például ezen a területen is, hogy nyilván megélnek ma is közértek, vagy nem tudom, csemegék, vagy nem tudom, milyen ilyen jellegű boltok, azért, mert valami más tudnak kínálni. Lehet, hogy azért, mert ott vannak a sarkon is kényelmesebbek, lehet, hogy azért, mert közvetlenebb a vevővel a kapcsolat, lehet, hogy azért, mert más mégis specializálták magukat és speciális árukat, tehát mondjuk ezek a delikátes boltok kiválóan megvannak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy meghatározó kérdés, hogy tudom magam abba a részbe beletolni, ahol ezek a cégek viszont már nem tudnak erősek lenni, mert tömegtermékben igen, de a speciális dolgokban sokkal kevésbé. Most a beszállítói oldal, azt szerintem megint egy olyan kérdés, hogy tudunk vagy nem tudunk megfelelő minőséget, mennyiséget és pontosságot biztosítani a cégeknek. És most ne vegyük feltétlenül csak a élelmiszerkereskedelmet, hanem bármelyik területen így van, hogyha én azt mondom, hogy egy beszállítója akarok lenni egy nagy
autógyárnak, akkor azt fogja mondani, hogy ilyen minőségben, ilyen pontossággal ennyiért tudsz lenni, mert ezeket a piacon meg tudja venni, hogyha én, mint magyar beszállító versenyezni akarnék mondjuk egy lengyel, egy német vagy egy bármilyen más országból beszállítóval, akkor ezeket a paramétereket teljesítenem kell. Ugyanúgy paradicsomban ugyanezeket a paramétereket teljesítenem kell, hogyha mondjuk egy hipermarket beszállítója akarok lenni. Igen, na most nyilván, hogy a rendszerváltás idején, most bár akár egy kis vállalkozásról beszélünk, mondom, vagy akár egy zöldség vagy gyümölcs termesztőről, nem voltak ők fölkészülve erre a piaci versenyre, hiszen azelőtt nem volt piaci verseny. Most az ön szemével, tehát aki multiknál dolgozik, mennyit változtunk ez alatt a 30 év alatt? Tehát megtanulták, vagy 20 év alatt, megtanulták-e az emberek, hogy kell versenyezni, hogy kell alkalmazkodni a piachoz? Talán még nem egészen. Tehát én úgy gondolom, hogy biztos vannak olyan területek, ahol ez egy kicsit előrébb van, de hogyha most az átlagot nézzük, hogyha megtanulták volna, akkor ma meghatározó számban lennének mondjuk így, hogy erős középvállalatok a magyar piacon, akik erős, meghatározó beszállítói, most teljesen mindegy, hogy milyen területnek a multik számára, tehát legyen az kisker, vagy autógyártás, vagy bármi, mert nyilván az azt jelenti, hogy én már egy olyan minőséget produkálok, ami nemzetközi versenyképes. És itt az a lényeg, hogy Magyarországot, azt ne úgy nézzük, hogy van egy magyar piac, és én a magyar piacon kell, hogy versenyképes legyek, hanem azt nézzük, hogy nemzetközileg kell, hogy versenyképes legyek, hiszen ezek a határok átjárhatók. Tehát én ma meg tudom venni az argentin marhát, és hogyha az olcsóbb és jobb minőségű, azt fogom megvenni, és nem a magyar marhát mondjuk adott esetben egy kis kertterületen. Úgyhogy ezek szerintem meghatározó kérdések, nem jutottunk ma még el odáig, hogy ez meg lenne, és erre lehetne tulajdonképpen használni a multikat, vagy erre kellene minden szempontból, tehát ösztönzés szempontjából az állami oldalról, és mondjuk egy kis vállalkozónk, vagy egy vállalkozónak saját maga szempontjából, hogyan tudok egyrészt a multiknak ugye beszállítóvá válni, ezáltal nemzetközileg automatikusan versenyképes legyek, rajtuk keresztül inkább, mint közvetlenül kijutni külföldre, és a másik oldalon pedig azt mondani, hogy hogyan tudok versenyezni velük olyan résekben, ahol, amit ők nem fednek le. Ők tömeget gyártanak, én specializálom magam. Kis mennyiségeket egy multi nem fog legyártani, mert neki nem éri meg. Nagy mennyiségekben mindig meg fog verni mindenkit. Jó, hát nyilván egy multi nem jótékonyságintézmény. Tehát nem fogja megtanítani a beszállítót arra, hogy nagy mennyiséget hogy lehet termelni, és hogy lehet olcsón. Viszont, ha most, és akkor tekintsük el most a hipermarketekre, mondjuk egy autógyár, hogy legyen magyar beszállítója, abban mondjuk az államnak is lenne szerepe, nem? Hogy hitellel, vagy bármi mással segítse ahhoz, hogy több magyar beszállító legyen. Sokan azt gondolják, és azt mondják, hogy a pénz a meghatározó. És ahogy én ismerem a piacot, meg amennyire mozogtam ezen a területen, én úgy gondolom, hogy a pénz az az egyik tényező, természetesen nem alábecsülendő, de sok esetben nem a pénz hiányzik, hanem sok esetben az a fajta tudás, vagy alkalmazkodási készség, hajlandóság, amit egyszerűen adott esetben egy vállalkozó nem vállal magára, mert azt mondja, hogy én megélek egy bizonyos szinten ma azzal, hogy ellátok egy kisebb piacot, ahhoz, hogy én bemegyek a multihoz, az nekem egy sokkal-sokkal striktebb, tehát fegyelmezettebb módon kellene működnöm, és lehet, hogy ezt ő mert mentalitásban, vagy tudásban, vagy tapasztalatban nem tudja meglépni. Ugyanez, amikor azt mondjuk, hogy export. Próbáljunk meg exportálni egy olyan piacra, ami nagyságrenden nagyobb, mint a miénk, mondjuk Németországot vagy Amerikát nézve, azt se tudjuk, hogy miről van szó. Tehát nincs meg ez a tudás. Tehát, hogyha én állambácsi lennék, akkor én azt mondanám, hogy igen, itt a pénz, de csak akkor kapod meg, ha azt a tudást is mellé tudod rakni. Vagy én, mint állambácsi azt mondom, mint amit mondjuk régen csináltak a japánok, hogy olyan kereskedőházakkal, vagy olyan fajta intézményekkel támogatom ezt meg, ami lehetővé teszi, hogy tudatlanul, tehát a világpiac szempontjából tudatlanul, mert ugye nem voltam soha kint, egy vállalkozóként meg tudjak jelenni, de azért, mert nekem van egy jó ötletem, egy jó termékem, de megmondják, hogy kell csinálni, hova kell vinni, kinek kell adni, és így tovább, és így tovább. És persze ehhez megadom a pénzügyi hátteret is, de önmagában a pénzt azt nagyon pillanatok alatt el lehet tapsolni, és ez látszik is, hogy sok esetben adok nem tudom ilyen-olyan export, meg egyéb támogatásokat, eltapsoljuk, és az eredménye, legalábbis én még nem láttam, vagy nagyon ritkán lehet látni, hogy komoly export teljesítménye bíró cégek vannak Magyarországon, kivéve esetleg a tényleg a multikon keresztüli
exportot, ami nyilván egy szintén egy nagyon fontos szempont. De az már elképzelhetetlen egy uniós országban, hogy az állam például megvesz egy licenszet, és akkor odaadja egy középvállalkozásnak, hogy tessék, akkor most beszállítója lehetsz egy multinak, és még adok hozzá hitelt is. De mi az, hogy licenszet vesz meg? Tehát... Hát mondjuk egy olyan termékre, egy olyan alkatrészre, amivel beszállítója lehetne. Mert ma egy akár egy magyar középvállalkozó is képtelen rá, hogy befektessen annyi pénzt. Mondom, az állam adhat pénzt, csak ne azt gondoljuk, az államnak a pénzügyi oldala, vagy hát az, hogy pénzt ad, az az egyetlen szerepe, vagy az lehetne, vagy annak kellene az egyetlen szerepének. Tehát mindent ki lehet találni. Tehát én nekem teljesen mindegy, hogy milyen módon jut hozzá az a kisvállalkozó vagy középvállalkozó a pénzhez. Az egyik része. És akkor a többi az, amit az imént elmondtam, hogy a tudást is mögé kellene tudni tenni. Enélkül szerintem ez nem működőképes. Tehát álmodozhatunk arról, hogy ilyen logisztikai, meg egyéb központokat építünk, rendben, még talán ez egy egyszerűbb történet, de amikor már arról van szó, hogy exportálni kellene termékeket, vagy szoftvereket, mondjuk ilyen jellegű tevékenységet folytatni, akkor az már egészen másról szól. Igen, csak mert ugye például a mostani magyar kormány állandóan igényként támasztja az itt lévő multik, hogy minél több magyar beszállítót alkalmazok, tehát emeljék ezt a százalékot. Hát igen, nem, de hát a multi az most, ha nem talál olyan magyar beszállítót, akkor nem fog teremteni. Persze. Tehát nyilván vannak mindenhol olyan fajta programok, hogy hogyan lehet, tehát már ezeknél a cégeknél olyan programok, hogy hogyan lehet magyar beszállítókat találni, de a magyar beszállítók találása az azt jelenti, hogy meghirdetik azt a lehetőséget, hogy lehet. Hát amikor megjelent Magyarországon a Mercedes, akkor voltam egy olyan rendezvényen, amit a Német Kamara szervezett, és körülbelül 200 ember, tehát tele volt az egész terem, és ott álltak sorba, adva le a névjegykártyát. Most biztos, hogy nincsen 200 magyar beszállítója ma a Mercedesnek. Tehát én úgy gondolom, hogy tehát megtalálják a cégeket, mert ez könnyű megtalálni, hiszen mindenki megpróbál oda férkőzni, de utána, amikor kijönnek azok a kritériumok, hogy milyen feltételekkel kell tudni ezeket a folyamatos ellátását valamilyen alkatrészsel a Mercedesnek, akkor onnan kezdve itt már buknak a történet. És ráadásul nemzetközi cégekkel kell versenyre kell. De ezért mondtam, tehát Magyarország nem arról szól, hogy majd Magyarországra valamit akarok eladni, hanem arról szól, hogy nemzetközileg tudok-e versenyképes lenni más hasonló jellegű cégekkel. Tehát ez a nagy nehézség, és itt van egy óriási know-how különbség. Tehát ami egyébként nem is a szocializmus, nem szocializmus kérdése, tehát hogy a régi rendszerből ezt megtanulták, vagy nem tanulták meg, hanem a magyar piacméret túlságosan pici. Tehát én itt bármekkora nagy ász lehetek a saját területemen, az mondjuk egy német vagy egy amerikai piacon nem jelent semmit. És most egymás között szóval az, hogy kimegyek Szlovákiába, vagy kimegyek, mit tudom én, Bulgáriába, az még nem jelent egy igazi exportot, vagy egy igazi komoly piaci eredményt, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy jó, akkor nem csak Magyarországon tevékenykedik. Tehát a piac méretet kell értelmezni az alatt, és a nemzetközi versenyben nyilván a piac méret az azt jelenti, hogy én a nagy országokban vagyok jelen. Na most vannak azért magyar multik is. Van ma lényeges különbség mondjuk egy magyar multi és egy másik multi között, vagy már ez teljesen átjárható dolog, egy magyar multi is alkalmaz külföldi szakembereket? Nincs magyar multi. Hát úgy gondolom, tehát van olyan, magyarországi multi, akiben persze van külföldi tőke, úgy értem. Nem ezért mondom. Tehát gyakorlatilag, most ez az én definícióm, de azt gondolom, hogy ez valamennyire elfogadható. A multi attól multi, hogy nem igazán látható az ő eredete. Tehát a magyar multi, hogyha most gondolok... De azért tudjuk, hogy melyik multi honnan származik. Igen, de hogyha azt mondjuk, hogy a menedzsment meghatározó szám, tehát hogy a menedzsmentet kikadják, hogy mennyire lehet azonosítani magát, azt a nemzetet abban a multiban. Tehát azért egy magyar multi úgymond dolgozik mondjuk 5-6-7 országban. Egy igazi multi az 100 országban dolgozik. Igen. Tehát egészen más az összetétele. Tehát ők tényleg most... Persze mondhatjuk azt is, hogy vannak olyan multik, amik mondjuk az energiaszolgáltatásban mondjuk franciák vagy németek, vissza lehet vezetni persze, hogy ők franciák vagy németek, sokszor én állami háttérrel is vannak, ami még jobban rányomja a bélyegét adott esetben, a nemzeti bélyegét az adott cégre, de az mégis multi, mint az általunk magyar multinak nevezett multik. Tehát, sőt, én azt mondom, hogy talán még azok sem igazi multik, tehát az igazi multik, most persze ez egy durva dolog, de tényleg az, amikor már
átülélik a világot a tevékenységükkel, és nem lehet tudni, hogy ez az így gyárt, ott fejleszt, tehát mindenhol vannak. Magyarországon a multik azt gondolom, hogy alapvetően itt van a központjuk, alapvetően itt csinálnak mindent. Persze van egy-két leányuk, vagy fiókjuk, vagy leányvállalatuk a környező országokban, de nem valós multik ilyen szempontból. Értem. Tehát az az olajtársaság, ami mondjuk 7-8 országban jelen van, az még nem igazi multik. Nézzük meg annak az olajtársaságnak a menedzsmentjét. Tehát egy-két magas szintű ember van más országokból, de alapvetően nem egy ilyen nemzetközi összetételű valami. Én nagyra becsülöm persze ezt az irányt, félreértés ne essék, tehát ez jó irány, és legyen ez, hogy fejlődik tovább, de ez a cég ma még mondjuk tizede sincs mondjuk egy nagy nemzetközi multinak. Tehát ezért ennek a fejlődési lépései ezek hosszasak, és én úgy gondolom, hogy ez mondjuk 5 év múlva, 10 év múlva, vagy 15 év múlva sem lesz, legfeljebb fúziókkal és egyéb lehetőségeket kihasználva. Jó, na most a multi most persze, hát pláne, hogyha már arról beszélünk, hogy az az igazi multi, aki 80-100 országban jelen van, az egy hatalmas szervezet. Igen. És ugye ott a zsiráf nyaka, maga a könyv címe is valahol erről szól, ha jól értettem, hogy ugye rengeteg bürokrata is van egy ilyen cégnél. Igen, ugye akik összekötik a két pontot, ugye hát a főnökséget, igen, és a másik végét, ahol igazán alkotó emberek vannak. Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy ugye egyik oldalról nyilván, most nem azt mondom, hogy védőbeszédet, de megpróbálok egy-két dolgot elmagyarázni, hogy mitől múlti a múlti, és miért van ez, mint jelenség, és egyáltalán, hogy enélkül valószínűleg ma nem lenne sok minden, amit úgy gondolom, hogy a mindennapi életünkhez hozzá kell ma számolnunk. A másik oldalról persze ennek a belső rendszere, illetve hogyha megvizsgáljuk azt, hogy működik, azért ez nem mondható ideálisnak. Sok esetben vannak olyan dolgok, ami esetleg a mi szempontunkból, akik végeken ülnek, teljesen zavarosak, és van egy felső szintű logika, de sok esetben pedig van nyilván egy értelmes struktúra, folyamat, stb., amit viszont deformálnak emberek. Tehát innen kezdve jön nyilván a bürokratizálódása a rendszernek, abban az esetben, hogyha fontosabbá válnak az Excel táblázatok, mint a valós teljesítmény. És itt azért a méreténél fogva, és azért, mert nagyon nehéz menedzselni ilyen cégeket. Tehát hogyha én egy több százezer, vagy akár csak 100 000 fős cégnek a tetején ülök, nyilván nincs meg az a kapcsolatrendszerem, amelyel én az emberi kapcsolatokon keresztül tudok menedzselni céget, tehát kénytelen vagyok a számokon keresztül. És vannak Excel virtuózok, akik gyakorlatilag primán csak azzal, hogy ők ezeket a úgymond folyamatos riportokat primán tudják generálni, és még újabbakat elállítani, és újabbakat. Ők nagyon jól föl tudnak ezen a létrán mászni, mert pontosan azt állítják, amit kérnek tőlük, számokat. Időben és megfelelő mennyiségben. És hogyha ez egy nagyon hosszú láncolat, akkor ezt hasonlítottam a zsiráf nyakához, hát sajnálom, bocsánatot kérve a zsiráfoktól, persze, mert azért erről nem tehetnek, de ezt hasonlítom a zsiráf nyakához, hogy ez nagyon meg tud nyúlni, és akkor nyilván egy olyan kontraproduktív szerepet játszik, mint amit sok esetben lehet látni, hogy tényleg a két végén van értelmes tevékenység, köztes az pedig csak számokat forvárdol, vagy ad tovább egyik ponttól a másikra. Igen, nyilván lehet, hogy a legtöbb multi Amerikában van ma is, de hát éppen onnan indultak cégek garázsokból, ja, akik aztán megverték ezeket a multikat, elég a Microsoftot vagy az Apple-t idézzük, ugye, akik pont azokat az ő műfajokban, tehát az informatikában tevékenykedő multikat megverték, először felajánlottak, amit kitaláltak, ott nem kellett. És aztán ők saját maguk nőttek olyan naggyá, hogy ők is multik lettek. Igen, hát ez azért ugye egy kicsit ennél árnyaltabb a helyzet, mert megverték valamiben. Tehát ugye mindig arról szól a történet, hogy én egy bizonyos piacot elfoglalok, nyilván kimondva vagy nem kimondva próbálom monopolizálni, és abban a pillanatban, amikor ezt megtettem, akkor én ülök a babérjaimon, hogy nekem megvan a piacom. És nyilván annak a védelme esetleg, már hogyha tényleg nem az eredeti feltalálók vagy alapító atyák viszik a céget, meg nem azzal az a fajta kreativitása, stb. Egy egészen más cég van, ugye egy garázscég, meg egy 100 000 cég, másképp működik, tehát az innovációt azt nehezebben tudja saját magából kihozni. Az ügyes cégek ezek felvásárolják a külső innovációt, és így tudnak növekedni, ezért sok ilyen cég van, aki ebben nagyon profi. A kevésbé ügyesek azok nem vásárolják fel, és akkor hirtelen mellettük felnő valami, ami nem közvetlenül azt a piacot támadja meg,
ami az övék volt, de közvetetten igen, hiszen hogyha most azt mondom, hogy a PC-ket, a tabletek megtámadták, vagy a mobiltelefonok, akkor az egy teljesen más piac, gondolnánk, de végülis mégiscsak azokat a cégeket teszik tönkre, akik PC-t gyártanak. Jó, én emlékszem egy jelenetre egy filmből, amikor oda vitték az egeret, amit kitaláltak, és az óriás cégnél mindenki lökte tovább, hogy ez milyen hülyeség ez az egér. Hát, miközben ma már mindenki igen. Azt használja. Igen, de ez pontosan erről van szó, hogy én vagyok egy nagy cég, most azért félreértés ne esik, tehát hogyha egy nagy céget nézünk, tényleg egy multit nézünk, naponta megy oda, tudom én, 100 feltaláló jobbnál jobb ötletekkel. Na most legyen az a szűrő, aki pontosan meg tudja mondani, hogy melyik az, ami észszerű, és melyik az, ami észszerűtlen. Tehát befogadják egy bizonyos szintig, de most ez nem vicc, tehát napi 100 vagy akárhány, tehát tényleg számtalan ilyen ötlet van. Nagyon nehéz. Most én nincs rá kényszerített, tehát ez valahogy egy kényszerhelyzet. Én egy garázsban vagyok, nekem van egy ötletem, nyomom addig, amíg tudom, mert ugye hátra nem tudok lépni, csak előre. Ha sikerül, hanem akkor megbukok. Egy nagy cég azért másképp működik, azt mondja, hogy van 100 lehetőségem, melyikre tegyünk pénzt, melyik az, ami... Tehát ez már egy kockázatelemzés, vagy egy befektetői megközelítés, ami már egészen más, mint a klasszikus innovatív garázscéges indulás. És azért, hogyha ugyanezeket a cégeket nézzük, tehát most teljesen mindegy, hogy most tehát a Microsoft, Apple, stb., akiket így ismerünk, de hát a HP is, meg majdnem mindegyik ilyen garázscégből indult, azok ma már nyilván nem ugyanúgy működnek. Tehát akkor borzasztó innovatívok voltak, és tehát ez ma már nem így van. Pont ezt akartam kérdezni, hogy egy multi hogy őrizheti meg a kreativitást? Hogy maradhat innovatív? Ugye amit lehet látni kívülről, az annyi, hogy vannak cégek, akik fent tudnak maradni, és folyamatosan kisebb-nagyobb hullámokkal azért a topon vannak, és vannak olyanok, akik tényleg meg tudnak lovagolni egy hullámot, és utána eltűnnek a süllyesztőbe. Nyilván összeolvadnak, mert jó nevet ugye általában meg szokták venni. A különbség az, hogy mennyire, amit az imént mondtam, mennyire tudják bevonni a külső innovációt, és mennyire hajlandók belül változni. Tehát sokan a helyzet az, hogy ez azért a legfősebb szintű menedzsmentnek a feladata. Tehát, hogyha egy első számú emberként, vagy azon abban a menedzsment környezetben én egy ilyen szempontból jó menedzser vagyok, akkor vélhetően jobban felismerem a trendeket, mint hogyha én egy másfajta menedzser vagyok. Ugye többfajta menedzser típus van, de van a klasszikusan, amelyik nagyon kreatív, mondjuk a Steve Jobsot ide lehet venni, vagy vannak, aki abszolút egy bürokrata, és gyakorlatilag a pénzügyi menedzsmenttel foglalkozik. Azért egyet nem szabad elfelejteni, ugyanis, hogy már azt mondják, hogy na jó, de hát akkor mindenkinek Steve Jobs kéne. Hát ez azért nem lehet és nem igaz, mert ezek a cégek, hogyha reálisan nézzük, ezek óriási bankok is egyidejűleg. Tehát ezek a cégek akkora pénz mennyiségeket mozgatnak meg, mint a meghatározó bankok a világban. Tehát itt egy borzasztó fontos tényező, hogy valaki jól tudjon menedzselni egy adminisztratív szinten is egy céget, és ne csak repkedjen az egyik ötletről a másikra, és próbálja esetleg keresztülvinni a saját akaratát. Ez egy bizonyos ideig szokott jól működni, utána pedig már általában átveszi valami pénzügyi menedzsment, mert a megvalósítási rész esetleg már ennél az embernél nem. Hát igen, és hát említi a könyvében, hogy az Apple-n is volt egy bukta, amikor a Steve Jobsot kitették. Persze. És aztán a hivatalnokok nem tudták olyan jól vezetni a cégét, tehát visszahívták. Igen, de ugye ezek ciklusok. Tehát amikor van egy olyan termékem, és utána ezt meg kell valósítani. Tehát ezt ugye én kitaláltok valami jót, de az egész mögé kell rakni egy szervezetet, egy adminisztrációt, egy értékesítést, egy pénzügyi hátteret, stb. Abban általában azok az emberek nem jók, akik jó feltalálók. Tehát a kettőnek egy jó ötvözete kell legyen. Ugye kell legyen az egyik oldalon, aki a kreatív, és kell legyen a másik oldalon, aki az adminisztratív. Ha az egyik nagyon elnyomja a másikat, az általában nem fog működni, vagy pedig ezeknek mondom, vannak ilyen ciklusaik. Tehát a Steve Jobsot akkor lehet, hogy teljesen jogosan tették ki, majd utána teljesen jogosan jött vissza. Jó, köszönöm. Egyetlen kérdésem van, mert már kevés az időnk. Ugye Magyarországon, ha jól emlékszem, most ilyen multikon 25%-ban vannak jelen, tehát ha néznem a magyar kereskedelmi forgalmat. Van-e helyes arány, van-e ideális arány? Vagy ezt minden országnál más? Magyarországnak nem az a baja, hogy hány multi van, hanem az a baja, hogy hány kis és középvállalkozó nincsen. Tehát Magyarországon simán ennyi vagy ennél több multi is lehetne, nem zavarna senkit és semmit, hogyha lenne az a réteg, amit valós középvállalkozásnak, tehát most nem arról beszélek, hogy valaki mondjuk egy családi vállalkozás már
középvállalkozásnak nevez, hanem stabil, erős középvállalkozások, amelyek, mint az előbb mondtam, nemzetközi is versenyképesek. Tehát ez a réteg hiányzik nagyon erősen a magyar gazdaságból, ami fejlettebb gazdaságokban gyakorlatilag viszi az egész gazdaságot. Tehát az a megközelítés, hogy most csináljunk sok-sok pici kis céget, és mindenki legyen egyéni vállalkozó, oké, lehet. A tetején van a múlt ide a köztes réteg, és azt nem tudom felépíteni így egyik pillanatra a másikra, az egy nagyon hosszú stratégiát igényel, és valójában ezt a stratégiát szeretném én látni végre valamilyen kormánytól. Köszönöm, tekintsük ekkor ezt végszónak, és köszönöm szépen. Viszontlátásra.